Sziasztok és üdvúr a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint 2021-es év legjobb termékei. És most, hogy így belenézek a kamerába, van egy olyan sanda gyanú, mint hogyha tavaly is ugyanebben a pulóverben és márveres hajjal ültem volna le ezt a videót felvenni. Szóval egy kicsit déjà vu érzésem van. És a mai videóban megpróbáltam összeszedni nektek azokat a smink termékeket, amelyeket én egész évben használtam, bátran tudnám bárkinek ajánlani, és szerintem az eddigi kipróbáltaim közül a top kedvencek, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rájuk, akkor ne kattintsatok sehova. Na már most, amikor összeszedtem ezeket a termékeket, kettő darab kritériumot kellett, hogy teljesítsenek. Az egyik, hogy ne legyen limitált kiadás. Sajnos sok olyan termékem van, amelyet most a videó felvételekor már nem kapni, és nem szerettem volna olyan termékről áradozni, amit nem tudtok megvásárolni. Kettő, használjam nagyon sokszor. Vannak olyan dolgok, amelyek egy-két hónap ezelőtt kerültek be a kollekcióba, és nagyon-nagyon szeretem őket, de még nem sikerült őket túl sokszor használni. Simán lehet, hogy áradoztam egy termékről itt a csatornán, de nem látjátok ebben a mai videóban. Ez azért van, mert még nem használtam olyan túl sokat. Amiket itt be fogok nektek mutatni, azokat olyan sűrűn használom, hogy körülbelül heti egyszer, biztos. Bizonyos termékeket pedig heti nagyon sokszor, 5-6-szor. Úgyhogy ez volt az a két kritérium. És minden kategóriában megpróbáltam egy győztest hirdetni, ezt majd látni fogjátok, hogy lesz egy kategória, ahol ez nem sikerült, de azt majd elmagyarázom. Úgyhogy kezdjük szerintem az arcra való termékekkel. Három kategóriában nem lesz semmi, mert hogy ezt a három kategóriát az elmúlt egy évben így nem használtam. Ez az alapozó, a porpuder és a highlighter. Na már most mindegyik megvan a kollekciómban, nem szektáltam ki semmit, viszont elég jó most az arcápolási rutinom ahhoz, és elkezdtem normálisabban étkezni is, hogy ne kelljen egy extra alapozó réteg, amit utána le kell puderezni. A highlighterrel meg most úgy leszoktam, most a bőröm természetes ragyogás az pont elegendő volt nekem egész nyáron és ősszel, ilyenkor télen szoktam rá visszaszokni, viszont ahogy mondtam, ezeket nem használtam az elmúlt egy évben, így egyszer se, szóval ez a három kategória kimaradt. Ha kíváncsiak vagytok a tavalyi nyertesekre, akkor mindenképpen nézzétek meg a tavalyi kedvences évvégi videót, mert ott bemutatom őket. Szóval, legjobb korrektor. Az idén nálam a H&M Cover Up korrektora lett. Ez egy nagyon megfizethető kis korrektor, sok színben fent van a H&M web oldalán. Én a 46F, hogyha jól látom, szint választottam, de nem vagyok benne, nem, bocsánat, Alabaster szint választottam, sajnos a csomagolásán nem túl egyértelmű a jelölés. Ez egy nagyon lágyan és könnyedén fedő korrektor, most is ez van rajtam, nincsen rajtam alapozó, nincsen rajtam filter, nincsen rajtam semmi, csak is kizárólag korrektor. Néha ilyenkor télen elkezd kiszáradni a bőröm, egy kicsit csúnyább, akkor kiszoktam egészíteni valami kicsit erősebben fedő dologgal, vagy hogyha van valami nagy pattanásom, mint ami most itt fönt van, akkor ahhoz egy erősebb korrektort használok, de alapvetően én ezt szoktam használni. Kicsit ide a szemem alá teszek, az orrom köré, meg itt vannak nekem ilyen kis pattanás hegek, oda szoktam feltenni, egy nedves beauty blenderrel eldolgozom, és kész. És nekem ez az alapozó. Őt nagyon-nagyon szeretem, őt konkrétan már elhasználtam, megtartottam az üres csomagolását, hogy meg tudjam nektek mutatni. Be fogok szerezni nyerre egy picit sötétebb árnyatot, mert ez nagyon-nagyon világos, viszont a téli bőrszínemnek pont tökéletes. Legjobb porpuder kategóriáját már nem tudom hány éve az Essence The Blush pirosítója, ez a 20-as Bespoke árnyalat nyeri el. Hát nem tudom, szerintem látszik, hogy én ezt mennyire használom, most is ez van rajtam. Ez egy nagyon-nagyon természetes, szaténfényű pirosító, amit én bronzosítani, meg kontúrozni szoktam használni, amikor olyanom van, de szépen ide oldalra felteszem, meg egy picit ide a homlokomra, a maradékot az ecseten pedig eldolgozom itt az államon, meg egy picit itt az orrom hegyén, és annyira egy természetes pirosító hatása van, se nem túl sárgás, se nem túl vöröses, amikor lebarnulok nekem, akkor is jó, viszont hogyha kreol vagy annál sötétebb a bőrszínen, akkor ez sajnos nem lesz neked megfelelő, viszont világos bőrűeknek ezt nagyon-nagyon tudom ajánlani. Jó fedése van, viszont építhető, tehát rögtön nem leszel ilyen
nem tudsz ilyen bohóc hatást elérni. Nekem azért erősebb mindig, mert ahogy mondtam, korrektor és utána a pirosító következik, tehát a nedves korrektoren egy kicsit jobban megragad, de ez engem nem zavar, mert szépen el tudom dolgozni, úgyhogy őt nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. Folyékony pirosító kategóriában pedig a Colourpop Cheek Dew pirosítóját választottam, ez egy szérum pirosító. Mostanában nagyon rászoktam a krém termékekre, régen nem szerettem, mert ugye porpúdereztem, meg stb. Nem mutatott túl jól, viszont így, hogy csak korrektort használok, nagyon szeretem ezeket a krémes állagú dolgokat. Én ezekből a világosabb természetes színeket ajánlanám, nem pedig a sötétebb árnyalatokat, azok nem fednek egységesen, ezeket is fel kell rázni, viszont nagyon-nagyon folyékony, ami nekem nagy könnyebbséget okozott, mikor először próbálkoztam vele, mert más videókban már láthattátok, hogy másfajta ilyen folyékony pirosítókat is kipróbáltam, és hát kezdőknek egy kicsit lehet, hogy nehéz és elrettentő, ez viszont nagyon-nagyon folyik, ezért kinyomsz egy kicsit a kezedre, ott már elfolyik, egy picit abból felveszel, picit felteszed, picit eldolgozod, és tudod ugyanúgy építgetni, és amikor már bátrabb vagy, akkor már bármilyen más pirosítót is tudsz venni, viszont aki először szeretné kipróbálni, annak mindenképpen a Colourpoposot ajánlom. Térjünk át szemkategóriára. Legjobb szemceruza szerintem tavaly is a NYX Epic Wear szemceruzát választottam. Krémes, pigmentált. Multifunkci. Nekem ez le nem jön a vízvonalamról, pedig hajlamos vagyok onnan lesírni. Nekem érzékeny a vízvonalam, általában bekönnyezek a szemcsúzattól, de ez mindig fennmarad, és ezeket én nagyon szeretem a testfestéshez is használni, tehát nekem nagyon multifunkci. Sőt, néha napján, amikor olyan szemhéjpúdert választok, ami nem túl pigmentált, akkor szeretem ilyen szemhéj alapnak is elhasználni őket, de szemcsúzának kiváló minőségek, millió színben van. Nem is tudom, melyik a leghasználtabb színem ebből. Talán ez a zöld, meg a türkiszkék. Nagyon-nagyon szeretem az összeset. A NYX küldött nekem annó egy jó párat, de azóta is szeretnék majd kicsit többet megvásárolni, sajnos az itthoni szegedi NYX üzlet nem arról híres, hogy az elfogyott termékét így újra töltse, de szeretnék majd még ebből vásárolni. Legjobb szemhéjtus kategóriában az e.l.f. Precision Liquid Eyeliner szemhéjtusa nyert. Ez, ahogy a nevében is benne van, egy folyékony, ecsetes szemhéjtus. Viszont az ecset szálak nem fognak szétválni, ahogy visszadugod, mert nem ilyen szőrös, hanem egy ilyen nagyon vékony, kicsit gumis dolog, ami hajlékony, tehát nem az van, mint mondjuk egy filces végű szemhéjtus, hogy nagyon-nagyon merev, esetleg megszúrod bele a szemedet, hanem egy nagyon hajlékony szemhéjtusról van szó. Nagyon fekete, nagyon pigmentált, mindenen is keresztül megy, tehát sötét színeken, csillámon, glitteren, megnevezett azon átmegy, nem törik. Nekem itt, ahol a cica szemet szoktam meghúzni, ott ráncolódik a szemem, és vannak olyan szemhéjtusaim, amelyek hát jó mutatnak, csak hogy ráncolódik és megtörik ott, ahol a szememben is a bőr ráncolódik, ez egyáltalán nem csinálja ezt. Folyékony, de nem túl folyós, sose folyik bele a szemembe. És iszonyatosan precízen tudok vele dolgozni. Még ide a belső szemzugot is nagyon szépen el tudom érni, hogyha ilyen kicsit ilyen arabos dolgot szeretnék oda. Az alsó szempillasort is nagyon szépen ki tudom húzni, hogyha ilyen fordított cica szemet szeretnék csinálni, és tényleg vékony, nagyon-nagyon precíz vonalakat tudok vele elérni. Elf termékeket a Müllerekben tudtok vásárolni, meg Phil Unicorn online, ott is biztos vagyok, de Magyarországon a Müllerekben meg tudjátok vásárolni. Idén a legjobb szempillás spirál, az Essence Lash Princessnek ez a rózsaszín kiadása, most is ez van a szempilláimon. Ez nem tudom, hogy ebben mi van, kezdjük azzal. Ez 1200 forint talán, és ver mindent, tehát veri a 4-5000 forintos szempillás spirálokat is, olyan baba pillákat csinál. Nekem egy picit ilyen egyenes lefele nőnek a pilláim, úgyhogy én szoktam használni szempilla göndörítőt, egy nagyon olcsó szírszart a rossz magból. Begöndörítem, ezt felviszem, és ilyen puff szempilla, tehát ide műszempilla, meg szempilla lifting, vagy nem tudom, hogy a hívja, ide nem kell, érted? Mert ez annyira jól mutat, és szoktam mondani, hogy a kamera egy kicsit sumákol ilyenkor, de egyszerűen olyan nagy, szép babapillákat tud nekem csinálni, egyszerűen annyira jól mutat vele, minden sminkem ezt felviszem, és így puf, úgy
kerek az egész. Úgyhogy én nagyon tudom ajánlani, ő is most fog elfogyni, úgyhogy videózás után megyek az Árkádba, és biztos vagyok benne, hogy fogok még legalább kettőt vásárolni, hogyha azóta nem fogyott el. Alapvetően a Lush Princess vonal nekem tetszett, mikor először kijött, a zöld színű volt talán a legelső, az tetszett, de ez még azt is üti, pedig az ilyen világ kedvenc volt nagyon sok youtubernél, ez a rózsaszín, ez mindenképpen 1200 forint. És átmegyünk a szemhéj púderek világába, de még mielőtt palettákról beszélnénk, a legjobb folyékony szemhéj púder kategóriában szintén egy e.l.f. terméket hoztam nektek. Ez a Liquid Glitter Eyeshadow névre hallgat. Nekem ebből van 4 vagy 5 színem, de konkrétan ezt az egy árnyalatot szeretném nektek kiemelni, ami a Disco Queen névre hallgat, és szintén ezen a szememen középen. Ez egy szimpla ezüstnek tűnik, de félig átlátszó az alapja, és ilyen ezüstös, rózsaszínes, aranyos, kékes, majdhogy nem multikróm csillámok vannak benne. Mindenhez jól néz ki. Tehát én most egy pasztelsminket készítettem el, gondoltam ide középre felteszem, mint egy kicsit ilyen jeges kiegészítése, ha már úgyis esik a hó. Nagyon jól néz ki. Felszoktam tenni neonszínek mellé, baromi extrán néz ki. Felszoktam tenni sötét színek mellé, nagyon komolyan néz ki ilyen. Szürkés, acélkékes az a legjobb, tehát hogy annyira gyönyörűen multifunkci. Egy ilyen kis szivacsos applikátora van igazából, és szintén a Müllerekben tudjátok megvásárolni. Az összes színe nekem nagyon tetszik, összesen kettőt, egy bronzot, meg egy nem tudom, barnát nem vettem meg. Az összes többi megvan, mindegyik tetszik, de talán az összes közül ez a legkülönlegesebb, és talán a legmultifunkcisabb. Hogyha önmagában csak felteszed, és kész, szempillaspirál, akkor is az egy teljes mink. Ha pedig kiegészíted valami színessel, akkor pedig egy teljesen másik dimenzióba tudod varázsolni a sminkedet, és biztos vagyok benne, hogy mindenki meg fog dicsérni, mert engem is már többen megdicsértek. És hát akkor jön a szemhéj púder kategória, ami az egyik legnehezebb volt számomra, mert habár nagyon sok és nagyon jó szemhéj púder paletteim vannak, a nagy része, amit használok jelenleg, azok limitált kiadásúak, és nagyon szomorú voltam, amikor ezt így realizáltam, úgyhogy próbáltam olyanokat válogatni, amiket azon kívül használok. És legyen először a számomra legjobb nude paletta. Aki látott már tőlem videót, az tudja, hogy én nem vagyok a natur nude sminkek híve, de amikor néha napján fel kell vinnem valamit, akkor én a Colourpop, hát a Baby Yoda palettát szoktam használni. Ez a barna árnyalat, ez a legtökéletesebb, ott van, de még sincs, kicsit ilyen szemkontúrozásra használható barna, ez az arany, ez kiváló, gyönyörűen, tényleg ez a folyékony arany, baromi jól néz ki. Ez a sötét barna pedig remekül tudja sötétíteni a sminket, együtt is, meg külön is. Ez a furcsa, ez üzzöld, és ez a fehér-zöld, csillámos, metálos dolog, nekem még a natur kategóriában esik, mert hogy nem, de pigmentáltnak pigmentált, de nem zöld, meg nem narancs, meg nem kék, hanem ezzel a barnával remekül kiegészül igazából a sminkemből, még akkor is, hogyha ő egy hidegebb árnyalat, és van rajta szín, de nem is. Nem tudom, ez mennyire érthető, de alapvetően így ez a mennyi ez? 5 szín. Ez az egyik legjobb nude árnyalat, és hát mellé van egy pár zöld kiegészítésnek, amit vagy használ az ember, vagy nem, de ez a barna. Ez az egyik legjobb barna, amit a Colourpop valaha csinált szerintem. És akkor jönnek színes paletták, itt 3 palettát is hoztam, 3 plusz 1 palettát hoztam nektek, mert hogy sose használok csak egyet. Eszembe jut valami, és keresgélem, hogy melyik palett a legjobb, és hogyha csak úgy random mennem kell valahova, mondjuk most is el akarok menni az Árkádba, eltalálkozok barátnőkkel, és valami egyszerű, nagyszerű, de mégis színeset szeretnék, akkor ezekhez nyúlok leginkább. Kezdjük a kisebbekkel. Nabla Cutie Coral palettája egyszerűen olyan finom, ha ránézek. Mondjuk sminkeltem volna ma ezzel is, de most valami más szerettem volna. Ez a kettő, ez inkább topper árnyalat, de valami csodálatosan néz ki. Hát ez az egy ilyen pinkem van,
és nagyon szeretem a rózsaszíneket használni, ez a vörös pedig egy ilyen enyhe, hát nem metál, inkább szaténnak mondanám, remekül kiegészíti az egész palettát. Tudok vele nagyon sötét, nagyon világos minket is készíteni, hogyha valamikor inkább a hajamhoz szeretek sminkelni, és akkor ezt szoktam elővenni, mert ez remekül megy a hajamhoz, és akkor fel tudok venni fehéret, rózsaszínt, vöröset, feketét, bármi jó hozzá, akkor ezt nagyon szeretem használni. A másik a Colourpop Aha Honey palettája. A bőrszínemhez is nagyon jól megy a sárga, meg a hajamat is nagyon jól kiegészíti a sárga, és hogyha valami sárgásat szeretnék, akkor egyértelműen ehhez a palettához nyúlok. Ez a glitter itt középen, habár ha egyszer felviszem 3 napig, valahol az arcomon még mászik, nehéz leszedni a glitteres szemhéjpúdereket, de annyira nagyon gyönyörű. Tehát az egyszerű sárga szemhéjpúdert megint egy másik dimenzióba tudja emelni, és nagyon tetszik az, hogy különböző sárgák vannak benne. Tehát van itt ez az egy barna, ami így is nagyon-nagyon sárgás, van benne tényleg sötét mustársárga, világos napraforgó sárga, kukoricasárga, citromsárga, ilyen sárga, olyan sárga, és nem pedig az, hogy van benne két sárga, többi meg barna. Ez pláne nagyon tetszik. Alapvetően a Colourpopnak a minősége az bizonyos termékekben borzasztó, de a szemhéjpuder palettáinak a 80%-a az olyan, hogy bátran tudnám ajánlani, és ez a monokromatikus paletta szettje például olyan, hogy minden termékét tudnám ajánlani, annyi, hogy idén ezt a sárga színt használtam talán a legtöbbször. Végezetül pedig egy nagyobb palettát is, ez a Beauty Bay Sunset Horizon palettája, amely így néz ki. Ebben is van hideg is, meleg is, ilyen is, olyan is. Ezeket a sárgákat szeretem a Colourpop-ossal kiegészíteni, mert itt csak 2 fajta van benne, meg az az arany se olyan arany, ami a Colourpop-osban van, és szerintem remekül kiegészíti a 2 egymást. De ez egy ilyen mindenes paletta. Kell valami színboom, ebben van. Talán a zöldeket hiányolom benne, de az pedig más palettákban megtalálható. Nagyon tetszik, hogy vannak benne nagyon világos, finom árnyalatok, mint például ez a rózsaszín is, vagy ez a pasztellila, de el lehet venni ilyen barami, sötét, füstös felé is. A metálok pedig a Beauty Bay-nél kiemelkedően jók. Nagyon-nagyon szeretem a Beauty Bay termékeket. Az összes palettájukat tudnám ajánlani, de ez az, amit még tudom, hogy lehet kapni, és általában le is van árazva. Viszont szerettem volna egy limitáltat is mutatni azért nektek, hogyha valaha visszajön, vagy látjátok valahol, a Book of Magic. Tehát ha nem a Colourpop-os, Baby Yoda-s palettát használom barnákhoz, akkor ezt. Tehát valamelyiket a 2 közül, vagy éppen vegyesen, mert itt is ez az alsó 4, ez pont az, ami tök natúr, de mégis jól mutat, hogyha olyan helyre kell menjek, hogy csak ezt tudom felvenni. És ezek a zöldek, meg lilák így együtt annyira finom, annyira tényleg ez a boszorkányos dolog jut eszembe, sötét, meg dárkos, de mégis színes. Az Age of Opulence hasonló, ami most kapható, de nem található benne meg minden árnyalat, az inkább lilás és barnás egy-két ilyen zöldes kékkel. Hogyha ez tetszik és nagyon hiányolod, azt... Hát én nem próbáltam, de biztos vagyok benne, hogy hasonló minőségű lesz, mert ezekkel eddig még nem nyúltam félre. Viszont hogyha látod, viszont eladónál valaki el akarja adni, vagy valaha visszajön a websájton, erre csapj le. Erre csapj le. Mert én ezt úgy szeretem, annyira boldog vagyok, hogy megvásároltam, de nem akarom fájdítani bele a szíveteket, úgyhogy ezért hoztam egy pár másik palettát, viszont akkor térjünk rá végül a rúzsokra. Itt pedig 3 szín kategóriából választottam, mert hogy ezt a 3-at használom napi szinten. A legjobb narancsárga az egy Colourpop-os krém rúzs, ami a Foolish névre hallgat. Ez a Simpla rúzs kiszerelés. Ez egy terrakottás, égetett narancs. Nem túl neon, nem túl barna, viszont annyira nagyon jól mutat, szerintem a legtöbb bőrtípuson nagyon jól mutat. Minél sötétebb a bőröd, annál gyönyörűbben fog mutatni, és annál egy kicsit természetesebben. Nálam sokkal jobban előjön az, hogy narancsos, mert nagyon világos a bőrszínem, de mondjuk egy krea bőrön sokkal nem az, hogy sötétebbnek fog tűnni, de természetesebbnek, kicsit, rajtam egy kicsit narancsosabb. De ez az árnyalat
és csak ajánlani tudom. Maguk ezek a Cream Colourpop rúzsok amúgy nagyon-nagyon jó minőségűek. Nagyon-nagyon-nagyon tetszenek. És szeretnék majd vásárolni, csak hát van. Legjobb rúzsaszín árnyalat. A L'Oréal-nak vannak ezek a matt lip crayonjai. Több árnyalatban is meg lehet őket vásárolni. Én ebben a 105-ös Sweet and Salty-ban vásároltam meg még talán glamour napokon. Ez egy ilyen kicsavaros dolog. Ez tényleg matt. Tehát ez matt. Úgyhogy ha valakinek nagyon ki van száradva a szája, akkor látszódni fog, úgyhogy érdemes előtte vagy leradírozni, vagy pedig kis ajakbalzsammal átmenni rajta, mert ez matt. Pontosan ezért viszont maszkbarát. Ez nem megy rá a maszkodra, ez nem kenődik el, ezzel nem kell semmi, ezt felrakod és az ott van. A kajálást is nagyon jól bírja, a zsírral már, a zsíros kajával már nem tud mit kezdeni, de az evésívást nagyon-nagyon jól bírja. És egy nagyon természetes, naturális rózsaszínről beszélünk, ilyen My Lips But Butter jelleggel, úgyhogy ha valami visszafogott, kedves árnyalatra vágyom a számon, akkor ezt szoktam használni. Végezetül pedig a legjobb barna, avagy természetes rúzs, ez pedig a H&M krém rúzsa Wellies & Tweed árnyalatban. Én ezt olyan sokszor használtam, hogy már csak ekkora. Tehát ez sokkal, de sokkal nagyobb volt. Én ezt szarrá használtam. Ha bármikor csak jó, kell valami barna, ez. Ez első, amihez nyúlok. Nagyon krémes, nagyon kényelmes a számon, nagyon pigmentált, baromi jól néz ki, viszont pontosan ezért nem maszkbarát. Úgyhogy, hogyha akkor használom, amikor tudom, hogy lesz rajtam maszk, akkor leszoktam itatni egy zsebkendővel, hogy csak a pigment maradjon. Viszont így nem szerítja ki a számot, de nem is fog áttranszferelődni a maszkra. Hogyha tudom, hogy nem megyek be semmi olyan helyre, ahol fel kell venni, akkor ezt csak szimplán felaplikálom. Szerintem elég sok videóban is használtam. Olyan juicy lesz tőle az ajka, mint hogyha lenne rajtam szájfény is, de nem, mert csak ez a krém rúzs. Ez engem annyira meggyőzött ez az egy H&M-es rúzs, hogy hát a pirosak kivételével, mert abból nem nagyon szeretek krémes, nagyon krémeset használni, mert elmászik és az hogy néz ki. Én nagyon szeretnék ebből többet. Ez most nagyon a kívánság listámon van, hogy ha megint lesz valami H&M-es tagoknak akció, és mint termékekre is, akkor én ezekből még, mert ez nagyon-nagyon meggyőzött. Ezt heti 5 napból olyan 3-szor használom. Jövő ilyenkor ez már bőven el fog fogyni. Fél évet adok még szerencsétlenek, és utána újra kell rendelnem, mert biztos őben, hogy el fog fogyni. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Írjátok meg, hogy nektek mi volt idén a sminktermék, amire azt mondjátok, hogy Móni, neked ezt el kell menned, ki kell próbálnod, meg kell venned, mert betolsz. Mindenképpen írjátok le odalent a komment szekcióba. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsen feliratkozni a csatornára, hogy le nem maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!